Jó reggelt, áldott vasárnapot. Készültem egy ige hirdetéssel, amit szeretnék veletek megosztani, így hogy tovább menjünk a János első levelében. De kérlek, lapozzatok oda a János első levelének 4. fejezetéhez. És amíg ezt teszitek, addig hadd köszönjem meg azoknak a tesóknak, akik feltöltöttek videót a múlt héten. Nagyon bátorító volt hallanom a ti szavaitokat. Tényleg, ahogy szóltatok Isten munkájáról az életetekben, egy hálás vagyok értetek, és köszönöm a bátorságotokat, és kérlek továbbra is, akik tesók még gondolkodnak ilyenben, azok lépjék meg, és készítsenek egy kis üzenetet arról, amit Isten végez az életetekben. Legutóbb, amikor a János levelét tanulmányoztuk, akkor a téptanításokról beszélgettünk, arról figyelmeztetett minket János, hogy ne higgyük minden léleknek, mert nem minden lélek Krisztust hirdeti, nem mindenki szól Istenből, aki Isten nevében szól, és ezzel kapcsolatban legyünk óvatosak. De most egy ismerős témához tér vissza János, a szeretet témájához, és szeretném felolvasni nektek ezt az igerészt, amit ma át szeretnénk venni, a 7. verstől. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeret minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy van mi is ebben. Úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előszeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét pedig gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Mennyi atyánk, szeretnénk eléd jönni most, szeretnénk a te igédet tanulmányozni. Szeretnénk kérni, hogy szólj hozzánk és bátoríts minket. Szeretnénk az életünket újra oda tenni eléd is. Uram, taníts minket a te útaidra. Újra nyisd fel a szemünket, Uram, arra, hogy mennyire szeretsz minket. Hogy mennyire szükségünk van rád. És mennyire itt vagy nekünk, Uram, minden időszakban. Akár könnyű, akár nehéz napokon. Hálát adunk azért, hogy te hűséges vagy, hogy segítségül hívhatunk, és te válaszolsz. És szeretnénk, Uram, az, hogy a mai üzenetben mindannyiunk szívéhez szóljál aktuális üzenetet. Jézus nevében. Ámen. Az a központi üzenete ennek az igerésznek, ami újra és újra elhangzik, hogy szeressük egymást. Ugye ez volt János apostolnak életének is az üzenete, ez volt az ő leveleinek, igehirdetéseinek a központi része. Pedig egyáltalán nem így indult, emlékeztek, ő volt a mennydörgés fia, és mégis Jézus kezei között, Jézus jelenlétében a szeretet apostolává vált. Szeressük egymást. És azért hangsúlyos ez Jánosnál, mert Istennél is hangsúlyos ez, hogy szeressük egymást ezzel az agapé szeretettel. Az ige több helyen mondja, hogy az összes parancsolat, meg Istennek a ránk gondolt terve ebben a két parancsolatban foglalható össze, hogy szeressük Istent, és szeressük egymást.
Mert ez kifejezi Istennek a gondolkodását, Istennek a szívét, őt magát. Ebben a 15 versen, amit felolvastam, 26-szor szerepel a szeretet szó. Hogy szeressük egymást. Egyébként ezt nagyon könnyű mondani, de annál nehezebb alkalmasint megtartani. Jézus tudja ezt jól. Ő maga mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, és ez is ebbe tartozik. Én nem tudok szeretni másokat nélküle. De azt is tudom az igéből, és ez így van, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Szeressük egymást. Szó szerint így olvashatjuk, hogy azok, akik szeretnek, bocsánat, azok, akik szeretettek, azok szeressék egymást. Ki ez az egymást? Hát leginkább azok az emberek, akik körülöttünk vannak. Mert néha nagyon könnyen mondjuk, hogy igen, én szeretek mindenkit, én szeretem az embereket, de ez így általánosságban megfoghatatlan. Azokon az embereken kellenek megvalósulnia, akik konkrétan ott vannak körülöttünk, hogy szeressük őket. Szeressük egymást. És hála Istennek ez nem azért kell, mert akkor fog Isten minket szeretni, hanem Isten már szeret minket. És ezért tudjuk szeretni egymást. Miért tudjuk szeretni egymást? Azért, mert felismerjük, hogy mennyire mélyen, milyen teljességgel és egészen szeret minket Isten. Isten a forrásának a szeretetnek. Ő a szeretet. És valahol ez egy bizonyíték is arról, hogy valaki Istené, hogy valaki újjászületett hívő. Azt mondja János, hogy aki szeret, az az Istentől született. Tehát, hogyha valaki újjászületett hívő, és benne Krisztus él, ez a szeretet meg fog mutatkozni az életében. Ebből is láthatjuk, hogy Isten lakik bennünk, mert ugye Isten nem megfogható, Isten nem látható, de van egy látható megnyilvánulása Isten jelenlétének az életében, vagy a Szentlélek működésének az életében, ez pedig a szeretet, amit minden hívő megkap. Tehát nincs kivétel ez alól. Ez egy olyan fajta szeretet, ami Isten nélkül nem működik. Tehát látunk a világban valamiféle szeretetet működni, de ez nem az. Hanem ez az a szeretet, amiről az igeit azt mondja, hogy ez abban látszik, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát értünk. Mondhatom máshogy is egyébként, hogy egy hívő életében látszik, hogy mennyire ismeri az Urat, hogy mennyire szereti a testvéreit. Ez a kettő így kéz a kézben halad. Ha növekszünk lelkileg, akkor növekszünk a szeretetben. Senki sem nőhet Istenben úgy, hogy közben nem nő, növekszik a szeretetben. Isten szeretet. Ezt mondja János ebben a részben. Ezzel a szóval lehet leírni Isten nagyon komplex személyiségét. Ugye Isten megfoghatatlan, felfoghatatlan, sokkal nagyobb, mint amit a gondolatainkban vagy az értelmünkkel megragadhatunk. De hogyha egy szóval kell őt leírni, János erre a szóra gondol, akkor Isten szeretet. És nem csak szeretet, hanem ő maga szeretet. Teljesen. 100%-osan. Mindenben. Minden időben. Akár az áldások, akár a fenyítések között találom magam. Isten tökéletesen és 100%-osan szeretet. Nem tud nem szeretni. Mert azt mondja az ige, hogy ő önmagát meg nem tagadhatja. Van az igében máshol is olyan része, ahol egy szóval írja le az ige Istent, például Isten lélek, vagy a másfélet azt mondja az ige, hogy Isten világosság, másán azt mondja, hogy Isten emésztő tűz. Itt azt mondja, és talán itt írja le legkomplexebben az ő jellemét, az ő szívét, az ő lényét, hogy Isten szeretet. És utána itt a 9. versben azt mondja, hogy abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ennek a szeretetnek a megnyilvánulása a legtisztább, látható jele a maga a kereszt. Amikor a Golgotán meglátjuk Jézus Krisztust. Onnan érthetem meg, és én onnan értettem meg valóban,
hogy élhetek Isten szeretetében. Ez a legnagyobb szeretet éhséget is kielégíti a szívünkben. Ő az ő egyszülött fiát, az ő legértékesebb jét odaadta értünk, és nem tartotta vissza, nem Gábrielt küldte el, nem Mihály arkangyalt, hanem az ő egyetlen fiát. Odaadta értünk engesztelő áldozatul. Odaadta és összetörte, értem. És nincs senkiben nagyobb szeretet ennél. Ez a szeretet, azt mondja János. Nem az, ahogy mi szeretjük egymást, vagy ahogy mi szeretjük Istent, hanem ez a szeretet, ahogy Isten szeret minket. Mert mindezt Isten akkor tette meg velünk, amikor nem kerestük őt. Amikor nem is gondoltunk rá. Azt mondja az ige, hogy senki se kereste, senki se gondolt Istenre, de ő volt az, aki utánam jött, ő volt az, aki rám talált, és megoldást adott a bűneimre. Egy tökéletes szeretet. Nézzétek meg, hogy folytatja János. Szeretteim, ha így szeret minket Isten, 11. vers, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Ez egy bámulatos dolog, hogy Isten szeretete ennyire szilárd, ennyire kitartó, ennyire rendületlen felénk. De ennek van egy vonzata, van egy hozománya. Azt mondja János, hogyha így szeret minket Isten, és ha ezt megláthatom és megérthetem, mikor a szememet ezen tartom, akkor észreveszem, hogy azt mondja itt, akkor van egy tartozásom, van egy adósságom, hogy én is így szeressek másokat, így szeresselek téged, és te is így szeress engem. Ez az egész szeretet Istennél kezdődik, amikor megtérünk, amikor megértjük Istennek a szeretetét, és ő újra és újra hív minket vissza magához, hogy ebben a szeretetben megfrissüljünk, hogy ezt a szeretetet megértsük, hogy időt töltsünk vele, és ő megszeretgessen minket. Van egy dal, amit én nagyon szeretek, mostanában ritkán énekeljük, ez egy régi dal, így hangzik, hogy a kereszt mondta el, tagadni többé nem lehet, mert megmutatta, hogy szeret. Bármi történik, akár most ez az őrült helyzet a vírussal, bármi is történik veled, velem, bármilyen megpróbáló helyzet, a kereszt szerint, a kereszt fényében értelmezhetjük. A kereszt hozza el a választ, és a megoldást is tulajdonképpen. Ott értem meg, hogy Isten hogyan szeret engem. Voltam múlt héten egy ilyen férfi hétvégén, olyan nagyon sokat nem mondhatok róla, mert egy titoktartás övezi, és céllal van így, hogy aki elmegy erre a táborra, az ne tudja, hogy mire számítson, nem is fogom lelőrni a lényeget. De volt egy nagyon megpróbáló helyzet, így a második nap, amikor egy patakban kellett gyalogolni hosszasan. Ugye nem volt túl meleg a múlt hét, de így november tájéken az ember nem akar belegyalogolni egy hideg patakba, és abba haladni. Hát mi ezt megtettük, mert ez volt a feladat. És hát az első pár percben kegyetlen hideg volt. Ez nagyon fájt bakancsba gyalogolni a vízben, térdig. És egy perc után így körülbelül így lefagyott a lábam, tehát már így nem éreztem. És elkezdtem énekelni magamba, hogy el tudjam viselni ezt a helyzetet. És énekeltem dalokat, ami eszembe jutott, menetelt az egész csapat így a patakban, és úgy kb. 4-5 perc telt el, amikor elkezdtem sírni, mint egy gyerek. És így gondoltam, nem szabad, hogy lássák, hogy sírjak. Mindenki azt fogja hinni, hogy azért sírok, mert nem bírom ezt a helyzetet elviselni. Aztán nem tudtam abba hagyni a sírást, de nem amiatt sírtam, hogy milyen rossz volt ott, hanem ahogy énekeltem a dalokat, így egy olyan dal jött bennem föl, igazából olyan dalt énekeltem, amit ott költöttem, ami eszembe jutott, hogy így Krisztus kereszt haláláról gondolkodtam, és így elkezdtem sírni azon, hogy én ebből a patakból ki fogok jönni, ez a szörnyű helyzet véget fog érni, de hogy Krisztus nem lépett ki.
az ő szörnyű helyzetéből. Ő végig ment ezen a patakon, értem. Ő nem ezen a patakon ment csak végig, hanem a halál útján, az összetöretésen, a gyűlölet útján, a bűn útján, értem. És így annyira megdöbbentette ez, ugye én ezt ezerszer végig gondoltam már, tanítottam erről is. Értem, de hogy valahogy annyira közel jött ez a szeretet, annyira átjárt ez a szeretet azon a helyen, hogy elkezdtem sírni. És olyan jó megérteni Isten szeretetét, hogy egy keresztény ember, egy hívő ember tudhatja, hogy Istennek mennyire fontos. Isten ezt mondja el a kereszten nekünk, hogy fontos vagy nekem, szeretlek. Meghaltam, érted? Az én vérem érted folyt. Lásd, mit tettem, érted? Amikor a legmélyebben voltál. És ha már akkor szerettelek, akkor miért ne szeretnélek most? Minden nap, minden percben. Én azt vettem észre, hogy a megtéréskor olyan könnyen elfogadjuk a kegyelmet, mert akkor más fényben látjuk. Akkor úgy jövünk Istenhez, mint bűnös emberek, hogy semmi érdemem, és köszönöm Uram, hogy szeretsz. És hogy telik az idő, így néha nehezebben fogadjuk el Isten szeretetét. Pedig azt mondja az ige a Kolossi levélben, hogy ahogy elfogadtátok Krisztust, úgy éljetek is ő benne. Hát hogyan fogadtuk el Krisztust? Úgy, mint egy bűnös ember, aki semmi jót nem tehet, aki nem tud fizetni Isten jóságáért. És azt mondja az ige nekünk, hogy maradjunk ebben. Így fogadjuk el Isten szeretetét. Mint amikor Krisztus meghívta a bűnösöket az ő asztalához, és megvendégelte őket. Emlékeztek a királyi mennyegző példázatára, hogy csak hívjátok be az embereket, azokat, akiket találtok az utcán, és ültessétek le ide az én királyi mennyegzőmre. Én szeretném hallanád, a lelki füleddel hallanád Isten hívását, hogy gyere és ülj ide az asztalomhoz, töltsünk időt együtt, és hadd mutassam meg, hogy mennyire szeretlek téged. Ha Isten így szeret minket, akkor tartozunk egymást szeretni. Ő, ez az Isten parancsolja nekünk, hogy szeressük egymást. És talán a legnyilvánvaló módja ennek az, hogyha szeretjük egymást, akkor megbocsájtunk egymásnak. Folyamatosan szeretni, és folyamatosan megbocsájtani. Embereknek, akik akár tudatosan, akár nem tudatosan vétkeznek ellenem. Mérges vagy valakire? Haragszol valakire? Keserű vagy? Akkor kérlek, dönts ma, hogy ne menjen így tovább. Ennek nem kéne így lennie. Isten olyan nagy kegyelmet gyakorol felénk, hogyan tehetnénk meg, hogy nem bocsájtunk meg egymásnak. És hogyha tényleg a szívedben bele van ragadva egy ilyen harag, egy keserűség, egy megbocsátatlanság, akkor kérd Istent, hogy újra adjon egy kicsi betekintést a saját tartozásodba, a saját bűneidbe, amit te elkövettél, és te Isten megbocsájtott. És hogy milyen tartozást jelent ma ez, milyen adósságot kaptunk abban, hogy ennek folyamányaként szeressük egymást. Tartozunk egymásnak azzal, tartozunk Istennek azzal, hogy szeressük egymást. Ugye sokan vannak adósságban, ez egy korunk egyik nagy jellemzője, az, hogy tartozunk, és nehéz visszafizetni, nagy nyűg visszafizetni. Na ez egy olyan dolog, ami Isten felé való tartozásunk, azzal, hogy egymást szeretjük, amit soha nem fogunk tudni visszafizetni. Nem is ez a lényeg, hanem hogy megértsük, hogy ez egy tartozás, ami annak fényében van az életemben, amit már megkaptam. Isten szeretete hozza ezt a tartozást. Van egy történet két kéményseprőről, akik a munkájuk során belestek egy kéménybe, és ránéz az egyik a másikra, aki tiszta korom volt, így az arca mindene, és tehát ránéz az egyik a másikra, aki tiszta korom volt, és azt gondolja, hogy hú, hát biztos én is ilyen koszos vagyok, meg kell mosnom az arcomat. Amikor a másik kéményseprő meg visszanéz az egyikre, ő nem volt annyira koszos, neki tiszta volt az arca, azt mondja, hogy nem is vészes, a ruhám itt ott koszos, látja a másikon, hogy az arca rendben, hát akkor én is biztos rendben vagyok. És
Érdekes, hogy ennek, ebben a történetben ugye, aki tiszta volt, az végül elment mosakodni, a koszos pedig elsétált, és ennek a történetnek van egy egyszerű, de fontos alkalmazása, hogy ránézhetünk valakire így is, ránézhetünk a testvéreinkre így is, hogy milyen koszosak ezek az emberek, bezzeg én tiszta vagyok. De helyette van egy helyes látásmód, amikor ránézünk a másikra, és meglátjuk annak a gyengeségeit, a hibáit, akkor ezek mind rámutatnak az én gyengeségeimre és hiányosságaimra. Így is lehet jól rátekinteni egymásra. Nem kell úgy reagálnom más emberekre nézve, hogy beszélek az ő hibáiról, pletykálok róla, hibakereső vagyok, vagy irigy vagyok, hanem mindaz, amit a másikban meglátok, az rámutathat az én arcomnak a koszosságára, az én életemnek a bűneire, hiányosságaira. Észrevetted, hogy minél koszosabbak vagyunk mi, annál jobban keressük másokon is a koszt. De azt mondja az ige, hogy a tisztának minden tiszta. Mit tehetünk? Amikor ránézünk Krisztusra, akkor odaállhatunk elé, hogy Uram, én csak egy koszos bűnös vagyok nélküled. Mosd meg engem újra. Ne engedd, hogyha látom a te tiszta arcodat, akkor azt higgyem, hogy velem minden rendben van. Hadd ismerjem fel, hogy te tiszta vagy, de te megbocsájtottál nekem mindent. És nekem is meg kell bocsájtanom mindent másoknak. Amikor felismerjük, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy mit bocsájtott meg nekünk, akkor sokkal könnyebb másoknak megbocsájtani. Azt mondja János itt a 12. versben, hogy Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ugye Istent valóban nem látjuk, de megtapasztalhatjuk őt. A szeretete által ő kézzel foghatóvá válik. A legkülönlegesebb módja Isten megnyilvánulásának ez a szeretet. A keresztény élet házi feladata, és tök jó, hogy ez a feladatunk, felfedezni és megismerni az ő szeretetét. Az ő szeretete már a miénk. Nem kell érte dolgozni, csak megismerni, felfedezni. Mert ő azon a helyen, ahol tartunk, ő ott szeret minket. Nem a jövőben, hogy mivé leszünk, nem reméli, hogy majd lesz belőlünk valaki, és azt a fikciót szereti, hanem ő azt az embert szereti, aki vagyok, ahol tartok. És tetőtől talpig szeret. Ahogy vele időt töltök, ez a szeretet átitat. És tudod, hogy a családunknak, a gyülekezetünknek, a városunknak, az embereknek, akik körülöttünk vannak, olyan emberekre van szükségük, akik megfürödtek Isten szeretetében. Szóval ez a házi feladat. Ezért mondja az ige, hogy a világ sóvárogva várja Isten fiainak eljövetelét. Olyan emberekét, akik felismerték, megtapasztalták Isten szeretetét, akiket megérintett ez a szeretet, mert ők maguk is Isten szeretetének csatornáivá válnak. Mert így is mondja az ige, hogy abból tudjuk, hogy ő bennünk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Bennünk él Isten lelke, és ez a lélek rajtunk keresztül akar szeretni. Hogyan tudod, hogy Istennel jársz? Hogyan tudod, hogy Isten lelke benned van? Hogy a Szentlélek elkezdi ezt a gyümölcsöt teremni. A Szentlélek gyümölcsös szeretet. Milyen állapotban van az Istennel való kapcsolatod? Szereted az embereket magad körül? És ne arra gondolj, akit könnyű szeretni, mert ilyenkor mindig egy listát állítunk a fejünkben, hogy persze én, hát itt nagyon szeretem, de hogy gondolj azokra, akiket nem olyan könnyű szeretni, akik ennek a szeretetnek néha igazán kemény diót állítanak az életünkben. Szereted azokat az embereket? Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.
Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és Isten is ő benne. János, aki szemtanúja volt Jézusnak, aki látta Jézust, azt mondja, hogy mi bizonyságot teszünk róla. Hogy mi megtapasztaltuk őt, mi megtapasztaltuk a szeretetét. Ez volt Jánosnak a bizonyságtétele. Voltak János idejében is tévtanítások, erről beszéltünk múltkor, amikben el akarták távolítani Jézust az emberektől. Egy olyan Jézus tanított, aki távol van, vagy aki nem olyan jelentőségteljes, lecsökkenti Jézusnak a személyét. De azt mondja, hogy aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát azt mondja, hogy ennek a megtapasztalásnak, a valódi Jézussal való kapcsolatnak ez az ismérve, hogy így szeretett kapcsolatban élünk Jézussal. És ennek a fényében látjuk az életünk dolgait, ebben növekszünk, és újabb oldaláról ismerjük meg ezt a szeretetet. Egy nagyon fontos dolog jön még itt, és kérlek figyeljetek, ami nagyon aktuális lehet most, a 17. vers. Abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. A szeretet megértése az tud bennünk növekedni. A szeretet ismerete az el tud mélyülni. És azt mondja, hogy akiben teljessé lett ez a szeretet, az bizalommal jár, az biztonságban jár. Az az ember, akit átítat Isten szeretete, amikor ez a szeretet, inkább úgy fogalmazom, amikor teljesen átítat Isten a szeretetével, akkor akár botladozom, akár szaladok vele, akármilyen állapotban vagyok, mindenkor biztonságot tudok találni az ő szeretetében. Akkor bizalommal tekintek a jövő felé, bizalommal várom az ő visszatérését. És azt mondja, hogy ez abból fakad, hogy ahogy ő volt, vagy ahogy ő van, tehát amilyen kapcsolatban van ő az atyával, úgy vagyunk mi is. Tehát akkor egy ilyen ember, aki ennyire is érti Isten szeretetét, az egyszerűen élvezi az atya-fiú kapcsolat biztonságát. Ahogy Jézus volt, abban találjuk magunkat mi is. Hogy milyen bizonyosságunk, milyen biztonságunk van Isten szeretetében. A jövőnk nyitott kérdései vonatkozásában is. És ennek a szeretetnek van egy nagyon erős hatása, amit mondom, nagyon aktuális lehet most, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Ez a szeretet, ez az isteni szeretet és a félelem összeférhetetlen dolgok. Mondok nektek egy példát, lehet, hogy már mondtam, volt egy helyzet, amikor Sárival megbeszéltük, hogy elmegy valahová, visszajön, és akkor találkozunk. Sári elment autóval, valamit vásárolt, és nem jött a megbeszélt időre. És vártam, és gondoltam, hogy pár percet késik, ez így rendben van, előfordul. De aztán így elindult bennem egy félelem, elkezdett ez a félelem játszani gondolataimmal, hogy valami biztos történt. Próbáltam Sárit fölhívni egyszer, kétszer, többször is, nem vette fel a telefont, és bennem így ez a félelem elkezdett növekedni, és így lejátszottam magamban mindenféle verziót, hogy biztos balesete volt, biztos bajba került, és próbáltam mindig elhessegetni, hát miért gondolom ezt, de hogy ahogy telt az idő, a félelem növekedett bennem, és teljesen így úrrá lett rajtam, és így átjárt a félelem, és egy csomó sötét gondolatom volt, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. És akkor Sári megjött, fél órával késve, és így elkezdtem mondani, hogy ezt vettem, azt vettem, milyen jó volt, én meg romokba voltam, hogy tehát hol voltál, hogy miért nem vetted föl a telefont, és így nem volt semmi igaz abból, amit gondoltam. Ő meg nem is fogta fel, hogy bennem mi zajlott, még ez végbe ment, ez a késés. És kezeljétek el, hogy eltelt x hónap, és megtörtént ez a dolog újra, Sári késett, és elkezdett bennem újra ez a félelem így felnövekedni, és így azon a ponton szólt hozzám Isten, hogy Tamás, elhiszed, hogy szeretlek? És én nem ezt a kérdést vártam, mert nem ezzel volt éppen birkózásom, legalábbis azt gondoltam, hanem azt szerettem volna tudni, hogy Sári rendben van-e. De Isten csak annyit mondott, hogy elhiszed, hogy szeretlek?
Igen, el, de hogy, és így mégis, ahogy az a gondolataim elkezdtek ezen járni, rájöttem, hogy tényleg, hogyha Isten szeretete bennem van, és tudom, hogy Isten féltő szeretete az enyém, és mindent ez a szeretet irányít körülöttem, Isten minden tettét ez motiválja, akkor semmi okom félni egy ilyen helyzetben. Mert ez nem azt jelenti, hogy semmi rossz nem fog történni, hogy tényleg Sárinak semmi baja, hanem azt jelenti, hogy akármi történik, Isten szeretetében vagyok. És hogy nincs okom félni Isten szeretetétől. Hogyha az életem ott van Isten kezében, akkor ez a szeretet tart engem minden nap. Akár az történik, amit várok, akár az, amit a legkevésbé várok. Ez a szeretet kiűzi a félelmet. Van benned félelem most? Mert ez a szeretet ismeretének hiányára visszavezethető. Mert a teljes szeretet, a szeretet teljes ismerete kiűzi a félelmet. Ha felismered, hogy mennyire szeret Isten, hogy mennyire tökéletesen szeret Isten, ez teljes bizonyosságot ad. Még akkor is, hogyha az orvos olyat mond, amit nem szeretnél hallani. Még akkor is, amikor a gazdasági mutatók lefelé állnak. Akkor is, hogyha jön egy levél az adóhivataltól. Még akkor is, amikor ilyen vírushelyzet van. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Amikor félek, akkor megfeledkezem erről a szeretetről. Az akkor kialakul bennem egy bizalomhiány, és elkezdek olyan dolgokon töprengeni, amik elszakadnak a valóságtól. A valóság jó látása abból fakad, hogy értem Isten szeretetét irántam. Legyen a gondolkodásunknak az alapja és kiinduló pontja, meg megérkezés pontja, hogy Isten mennyire szeret. Amikor baj van, akkor a világ azt mondja, hogy nézz szembe vele. Egyébként ez egy jó dolog. Azt mondja, hogy elemezd a helyzetet. Ez is egy jó dolog. Analizáld magad, és még ez is egy jó dolog. De nem ez az első. János javaslata az, hogy itt kezd, hogy engedd, hogy Isten szeretete átitasson. És ha már Isten szeretete átitatott, na akkor nézz szembe a problémával, akkor már elemezheted a helyzeted, akkor már magadra nézhetsz. De először állj rá Isten szeretetére. Ne a félelem legyen úrrá a szívedben. Van benned félelem, kétség, aggodalom? Ezek mind jönnek, hogyha megengedem, hogy a gondolkodásom ne ott legyen Isten szeretetében. Amikor olvasod a Bibliát, akkor olvasd ezt ugyanezzel a szemmel, hogy legyen ott előtted, hogy Isten szeretetét figyeled a Biblia minden lapján. Emlékeztes magad, és bátorítalak titeket arra, hogy vegyetek úrvacsorát otthon, akár együtt a családdal, akár egyedül, mert emlékeztek, ez a szeretet, ez a keresztnél lett nyilvánvaló. És a keresztnél érhetnek véget a félelmeink. Amikor Isten egyszerűen visszaviszi a szemünket arra, hogy Tamás, elhiszed, hogy mennyire szeretlek téged? Akkor nincs okot félni. És a félelem újra és újra jön, a félelem újra és újra elő tud tölni, és mi mindig visszamehetünk ide. A szeretet bátorságot ad. A szeretet másokra gondol. A szeretet nyitott emberré tesz. Ilyenkor, amikor az ember hajlamos bezárkózni ezekben a napokban, a szeretet kinyit minket. János Pál írja azt, hogy mert a szeretet szorongat engem belül, és mások felé visz. Még egy részt felolvasok a 19-es versből. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. És ez egy annyira tisztán szóló igevers, hogy ő az, aki előbb szeretett minket. Ez a szeretet nem belőlünk indul, nem nekem kell magamban előállítani, ő az, aki előbb szeretett engem, és ez csak az én dolgom elfogadni. És hogyha elfogadom, akkor lesz miből adni. Van benned harag, gyűlölet valaki felé, akkor kérlek, hozd majd döntést. Bocsáss meg, engedd el. Így szoktuk imádkozni az Úr imádságával is, hogy bocsáss meg nekünk, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Mondhatod erre, hogy Tamás, én nem érzem, hogy ezt így kéne tennem, én nem érzem, hogy Isten szeretne, nem érzem, hogy másokat kéne szeretnem, de ez nem egy érzés. Nem érzésekre kell várnod, hanem nézz fel a keresztre, és hozz egy döntést.
a megbocsájtáson. Fogadd el Isten kegyelmét, és te is legyél Isten kegyelmének csatornája. Dönts úgy, hogy valaki másnak a hibáját nem hozott fel többé. Nem rágódsz rajta. És hidd el, hogy az érzések követni fogják ezt. Hát ki tudja ezt megtenni? Az, aki Isten szeretetében él. Ki az, aki Isten szeretetében él? Aki látja, hogy Isten őt előbb szerette. Erről ismerjenek minket. Legyen áldott vasárnapotok, és nagyon szeretném hallani a bizonságtételeiteket, hogyha lehetősége nyílik rá, akkor kérlek egy pár percben vedd föl így a telefonnal a bizonságtételedet, hogy Isten mit tanít, mit végez benned, és oszd meg velünk. Ugyan milyen jó volt hallani Dalma szavait, Robi szavait, Marci szavait. Olyan jó, hogy egymásról hallani, és kérlek, hogy tegyük ezt, mert ezzel is szeretjük egymást. Isten áldjon, és legyen áldott időd otthon, a családdal, a munkában, és imádkozom, hogy Isten kegyelme legyen az életünkön. Amen.